Üdvözlök mindenkit a következő Benovelász adásban. Ma egy érdekességet hoztam el nektek. Beszélek egy 20 évvel ezelőtti vásárlásról, illetve egy mai napi vásárlásról, és le is veszem a maszkomat, mert kicsit nehézebben beszélni. Ma megvettem a névnapi ajándékomat, mert múlt héten volt a pontosabban múlt hétvégén volt a névnapom, mert ugye Benedek napján szoktam a névnapomat ünnepelni, és ugye pénzt kaptam, és hát most ugye most nem lemezt vásároltam, hanem vettem egy új horror figurát, ez pedig a Sikoly horrorfilmnek a gyűjtő figurája, NECA kiadás. Mindenképpen ezt a típust akartam megvenni, mert volt ennek egy gagyibb változata, és sajnos az volt vele a probléma, hogy az nekem nem tetszett külsőleg, ez jobban bejött. És tegnap este úgy azt terveztem, hogy elgondoltam, elmegyek a Fantasmaniában, mert ugye nyitva vannak, de nem lehet bemenni az üzletbe, mert most csak a bolton kívülre adják ki az árut. Ilyen a belseje ennek a figurának, mindjárt ki is fogom nektek bontani. Nagyon jól néz ki, nagyon szeretem a Sikoly filmeket, nagyon nagy rajongója vagyok mind a négy epizódnak, és ugye forgatják az ötödik részt, amely előre láthatólag 2022. januárjában lesz bemutatva a moziban, de félő, hogy csúszni fog a vírus miatt. Mondjon az idei új Halloween filmet is nagyon szeretném majd megnézni. És érdekessége ennek a mai vásárlásnak az, hogy 20 évvel ezelőtt, tehát pontosan 20 évvel ezelőtt vettem meg a harmadik részt videókazettán, a Sikoly 3. Nekem a Sikoly filmek közül a harmadik részt tetszik a legjobban, hát sajnos ugye eléggé megsérült a toki az elmúlt 20 év alatt, de nagyon szeretem ezt a filmet, és én megvettem a harmadik részt videón. Sokszor megnéztem már, így néz ki a videó változata a filmnek. Arra gondoltam, hogy beszélek most ezekről nektek, de tartunk most egy kis szünetet, utána pedig elkezdem nektek kibontani a dobozt. Na most a NECA figurákat én 2019-től gyűjtöm. Az első volt ugye a Halloween, a 2018-as Halloween filmnek a Michael Myers figurája, utána jött a következő figura, aztán jöttek a Jason figurák. Fantasztikusan jó vásárt csináltam. Látok. Na most ezek a figurák egyébként import dolgok, ezeket nem Magyarországon készítik, ezeket így Magyarországra csak ugyan külföldről hozzák be, és egy ilyen gyűjtő figura legalább 10.000 forint értékű. Nagyon jó pofa, mert ebben vannak mindenféle gyilkos eszközök, kések, meg minden, és egy pótfejek is vannak benne. És én természetesen a dobozt sose szoktam kidobni, hanem fogom magam, és elteszem emlékbe. Ez majd oda fog felkerülni a végén. Ja, és egyébként így néz ki belül a doboz, ilyen ablakos, vagy ilyesmi. De tök jó egyébként, nekem tetszik az ilyen... Néz ki a Sikoly figura. És ilyen ruha van, ruha. Innen szövet ruhája is van. Egy pillanat. Ilyenkor a kibontás egy kicsit nehéz. Bár ezt egyébként nem, már egyébként ezt így megszokom már így. Itt az első figura. Aztán a második.
amúgy 10.900 forintba került. Amúgy, mert ugye eredetileg 13.000 valamennyibe került volna. Ez pedig egy ilyen világítós. Majd lesz olyan is, hogy majd lesz majd Halloween, akkor majd úgyis lesz egy gyilkos találkozó. Így én arra gondoltam, hogy majd veszek egy Freddy Krueger figurát is. Persze nem akarok mindent egyszerre megvásárolni. Itt vannak a pótkezek. Most ezeket a pótkezeket én nem, ezeket nem szoktam nagyon használni. Ezeket beszoktam tenni a lenti dobozba. És ami ilyen gyilkos fegyverek, van ez egy külön kis dobozkám. Tehát igazából a lényeg nekem a figura. És itt pedig a kések. Ugye a Sikolynak ilyen kései vannak, a gyilkosnak. A konyhakést is használ, nem mindenféle finomságot. De inkább kés szokott használni. És így néz ki. Hát igen. Tök jó, mi? Hát nagyon tetszik ez a figura. Már egy kicsit kisebb lenne a másik figurához képest. És ez egész jó. Szaga van. Ez egy kis fényképezőgép. Nem, ez egyforma. Ez egyforma. Igen. Ez egyforma. És ugye itt vannak a pótfejek. Majd fogok úgyis. Ugye a videó alatt majd találtok egy cikket, amiben részletesen be fogom mutatni a figurát, mert egyébként be kell rendeznem majd a... Ugye most először a videó fog elkészülni, a fotózás pedig majd csak később. Tehát a fotózást azt máskor csinálom meg, abban csak a későbbiekben készítem el. Jó. Én csak ezeket... Opa, nem csak. Azt nem lehet ebből jégkockát csinálni, mert mindig akartam egy jégkockát csinálni, azokat csak egy lyukas. Ezt viszont kidobom. Tehát ilyen a figura, de nagyon tetszik nekem. Nagyon régi vágyam volt egy Sikoly figura. Mert ugye ez ugye a NECA figurák közül rengeteg minden van. Van visszajövőben, Halloween, meg mindenfajta mesehős, mindenféle szuperhős. Már mondjuk nem nevezném a Sikoly gyilkost szuperhősnek. És itt van a feje, itt lehet venni róla. Lefejezem. Ezt jól le lehet vele játszani. Mondjuk. Zenébe. De van, hogy nincs benne. Nem, ezekre ez a bajom, hogy nem, hát ezeket csak úgy be... Sátok, ez a... Álljunk csak, ha mondjuk. Álljunk csak, hogyan csináljuk? Így világít például. Hogy a következő fejet leszedem, és mondjuk felrakom rá ezt. De inkább nem tudom, hogy mondjuk engem nagyon nehéz felrakni a fejét. Aki készített, aki tervezte, egy kicsit olyan... Ó, igen, rá kell passzintani.
ilyen a, ez a figura. És ilyen a másik. De inkább előveszem a szokásos originál figurát. Igen, így jobb. Ez jobb. Mert igazából ez az eredeti Ghostface. Na, kikérje suhintást. Szeretem ezt a filmet nagyon. Hogy gyerek voltam, mindig ilyesmit játszottam. Az első sikoly maszkomat, azt hiszem, mennyiért 300 forintért vettem a Boráros téren ott a villamos megálló, amikor szilveszteri maszkokat, meg kiegészítőket árultak. És nekem ez nagyon bejött. Látjátok? Szupi, mi? Puszi bajtások leszünk. És akkor adjunk a kezébe valami kis játékszert. Mondjuk ezt. Én mondjuk nem nagyon merem levenni a kezeit, mert akkor a emlékszem, gömbimnek ugye pókemberes figurát vettem, de az ugye Marvel volt. Azt nem mutatom, mert az az övé, és ő nagyon-nagyon ragaszkodik a játékaihoz. Neki van kb. Ekkora Marvel-es pókember figurája. Neki a kezeit ráakartat, és a kezek meg leestek. Így a pótkezek azok nálam vannak a dobozkában. Sziasztok! Mi a kedvenc horrorfilmed? Szia, Viola! Remélem, jól viselkedsz, mert ha nem, meglátogatlak. Ez csak egy film. Mi a kedvenc horrorfilmetek? Ez a nagy kérdés. Jó, ez a film, nagyon imádom. Igen, tehát ugye ez a film, ugye én először az HBO-n láttam az első részt, nagyon késő este, amikor egyszer vagy egyedül voltam itthon. Aztán 2000-ben a második részt, azt felvettem egy raks videókazettára. És végül ugye 2000-ben megvettem az első részt videón, emlékeztek, akkor beszéltem tavaly tavaly, nem tudom, feltettem-e azt az adást, vagy sem. Hát most ugye képzeljétek el, pontosan 20 éve annak, most elő is veszem a könyvelést, elnézést kérek, ki elnézést a zavarásért. De tudom, itt előveszem a könyvelést, és akkor meg fogom nektek mutatni, hogy pontosan miről van szó. Na, itt vagyok. Újabb szünet után itt van. Ennyit igazán meg lehet mutatni. Persze ebben van egy kis hiba, de ebben viszont itt van, hogy mit mikor vásároltam meg. Igen, itt. Ez a könyvelések, hogy mit mikor vásároltam meg, ebben az egy hiba van, hogy Enrique Iglesias Cosas del Amor című lemezét nem 2001 első hó 6-án vettem, hanem 2000-ben karácsony és szilveszter között. Tehát közel a szilveszterhez. De azon kívül mindegyik évszám pontos, mégpedig azért is, mert régebben gyűjtögettem a blokkokat. Tehát ezeket a nyugtákat gyűjtögettem, ami később tönkre ment, és ki kellett őket dobni, és akkor volt nekem egy ilyen dátumos nyomom, és akkor ide beírtam, hogy mit mikor vásároltam. De például 2000-ben itt van a december 21-es sikoly, a 2001 02-10 sikoly 2,
az ugye nekem ugye meg volt raks kazettán, de tönkrement, így megvettem VHS-en, és a harmadikat pedig április 4-én vásároltam meg, tehát itt van a pontos dátum. És persze az is ide van írva, hogy a horror rakadvát mikor vásároltam meg, ez már így 2001 végén volt. Igen, egy emlékszem arra, amikor a Sikoly 3 megjelent, nagyon érdekes volt, mert egy pillanat türelmet kérek. Ki kellett mennem valamit megnézni, hogy nem hallgatóznak-e. Mert tudok, nagyon-nagyon zavar az, hogyha forgatok, akkor valami más is hallja, amiről beszélek. Az néha zavaró szokott lenni. És akkor a lényeg az, hogy amikor megvettem harmadik részt, ugye jóval korábban már meg volt jelen, már árulták a Sikoly 3-at, vagyis ahol már is reklámozták. Mert régebben én a TVR 7 újságot vették a szüleim. Egy televíziós műsor újság, és ott volt az Álmosvölgy legendája, a Sikoly 3, és még egy csomó más videókazettás megjelenés. És akkor nagyon vágytam a Sikoly 3-ra, de nem volt azonnal, tehát várni kellett rá. És aztán egyik nap elmentem, tehát április 4-4-én én elmentem az nap esett az eső, és én elmentem legalább mindenféle boltba, hogy hol lehet kapni. Akkor még, ugye még majd itt még Budapesten nagyon sok lemezbolt volt, nagyon sok lehetősége nyílt. Ugye Médiamárban nem árulták, akkor még nem kaptak belőle. Ugye én ugye akkor nagyon sokat telefonálgattam oda, illetve sokat elmentem oda, de nem volt a Sikoly 3-ból, csak a második részt árulták, az elsőt nem. Az elsőt is csak ilyen nagyobb, ilyen valódi lemezboltok árulták, mint a Sikoly első részét is. És emlékszem arra, hogy én ugye megvettem, ugye végül ugye, ahol a Corvin negyed van, tudjátok, a Corvin mozi, ott most ilyen cserpes teívó üzlet van, ilyen, ott igen lemezbolt volt. És sokszor vásároltam ott CD-t, meg kazettát, és ott is kerestem a Sikoly 3-at videókazettán, de nem árulták. Végül ugye lesétáltam a Rákóczi út felé, és ott volt egy ilyen üzlet, ahol most Spár van, ott a 32-esek tere. Hogyha lementek a 4-es, 6-osra a 32-esek terénél, ott ugye van egy Meki, vagy egy Burger King, nem tudom, aztán Burger King van ott, és akkor, hogyha átmentek a Zebrán, ott van a sarkon egy Spár üzlet. Az régen lemez és kazetta volt és ott nagyon sok kazettát vásároltam. Azt elneveztem poros boltnak, mert minden kazetta meg CD állt a porban, tehát be volt csomagolva meg minden, és én sokat vásároltam ott, mert ott azért jó áruk voltak, igaz, hogy ott nem kaptam kedvezményt a Natália Oreiro kazettára, na mindegy. A lényeg az, hogy ott volt a Sikoly 3 új videókazettából is jön. Mennyi is volt? Ki kell nyitnom a... Egy pillanat. Elnézést kérek, kell nekem a... Hó! Bocsánatot kérek, ki kell nyissam, egy másik helyen is be van téve ez a... Nincs. Az ár nincs benne. Azt hiszem 2600 vagy 790 forint volt. Na mindegy, én megvettem. Hát játok, ez a Sikoly 3. És az az eredeti magyar VHS kiadás volt. Persze árulták DVD-n is, csak egy volt vele a baj, hogy az magyar felirat. Az magyar feliratos volt. Tehát sajnos nem tudtam, mert ugye akkoriban még nekem nem is volt, DVD lejátszom, csak VHS. Egy régi fekete videó lejátszom volt, és ilyen
és ilyen mozogva játszott el a Sikoly 3-at, de élveztem, tudtam nézni. Ugye volt nekem egy szomszédunk, tudjátok, hogy akihez a édesanyám is én visszük az ebédet, neki volt egy videó lejátszója, és egyszer felkerült hozzánk az a videó, mert ő elutazott, és azt akarta, hogy tehát azt akarta, hogy vegyünk fel valami filmet, aminek az ott a cím, hogy Jaguar, egy francia film, és akkor nálunk volt a videó, és meg tudtam nézni nagyon jó minőségben a Sikoly 3-at többször is. És felvettem ugye a Magnó kazettára, és akkor mondtam, és hogy a kitalált tévé csatornámon ment a sorozat, ment a film országos tévé premierként. Így az álomvilágomban. És ugye meg is vettem annak a zenét, de a zenéje nagyon, nagyon durva volt, így túladtam rajta. Viszont volt a Sikoly 3-nak egy másik filmzenei CD-je, amit a Marco Beltrami írt, ilyen instrumentális zene. Ezek a dallamok hangzanak el a Sikolyban, a Sikoly 3-ban. És egy-két dolog, és egy-két ilyen hasonló dal az első részben. Ez a Sikoly 3-nak a Marco Beltrami is féle filmzenei CD-je. És egyébként az eredeti matrica, tehát ennek nem lett lecserélve a tokja. És így néz ki a lemeznek a borítója. Nagyon szerettem egyébként, oda vagyok érte. És hogy örültem ennek a Sikoly figurának, mert ugye ez is egy régi vágyam volt, hogy legyen Sikoly figurám. Tudjátok, hogy mivel Magyarországon nincs olyan bolt, pontosabban nincs olyan üzlet, ahol ilyen különlegességeket lehet kapni. Régen a Lurdi házban lehetett kapni, ugye volt ez a képregény bolt. És ott nagyon sok mindent lehetett kapni. Például az a Happy Tree frences bögrém onnan származik. Illetve ez a Sikoly maszk, ami egy örök kincs a számomra. Nem, ez az eredeti. Ez is import. Látjátok? Szia, Viola! Tehát látjátok, ez a igazi maszk. És tök jó, mert ugye én néha felvettem iskolai, tehát akkor volt ilyen, hát pontosabban a speciális suliban vettem fel egyszer, egyszer felvettem máshol is. Ennek azért volt sikere, de volt időszak, amikor a lakóházban is ijeszgettem az embereket, a szomszédokat, tudjátok, ahol lakom. És akkor ez volt, tehát senki nem ismer fel így. Mondjuk én Michael Myers-ös maszkot szeretnék szerezni valahonnan. Tehát. És ez a maszk, ezt én karácsonyra kaptam 2006-ban. 2006-ban kaptam, és ez nagyon-nagyon-nagyon jó kis maszk. Úgy szeretem. Puszipajtások vagyunk. És Mr. Kiel hangján utánzom, és szórakoztatom a népet. Hülye kis barátom, látjátok? Szerelem első látásra. Tök jó. Na, tehát akkor ez van. Tartunk még egy kis szünetet, utána pedig én beszélek nektek egy sztorit, elmesélek nektek egy pontosan szintén 20 évvel ezelőtti történetet. Meg fogtok döbbenni azon, amit el fogok nektek mesélni, mert ugye szintén egy évfordulóhoz tartozik, egy tavaszi nyári évfordulóról. Hát akkor elmesélem nektek ezt a történetet. Szerintem mindenki nevetni fog rajta, de pont az a célom, hogy megnevettessem az embereket, illetve titeket megnevettesselek. Ugye ott, hogy nekem ugye mindig ugye az autizmusom miatt nekem ugye magatartásbeli problémáim voltak, magántanuló voltam 20 évvel ezelőtt, és ugye akkor,
alakult ki a depresszióm, pontosabban, hát úgy pontosan 20 évvel ezelőtt alakult ki a depresszióm, most lesz húsvétkor 20 éve. És utána jöttek a különböző viselkedési problémáim, meg minden. Az volt a fő másik probléma, hogy ugye nekem egy kórházba kellett mennem, egy pszichiátriai kórházba, ami most nem akarom elmondani a nevét, de a lényeg az, hogy szerencsére nem kellett ott töltenem az éjszakát, hanem bejáros lehettem, épp úgy, mint a Vadaskert kórházban, csak ott ugye ott csak egy hetet töltöttem bejárósként. Itt annál a kórházban, ahol amikor még gyerek voltam, gyerekkórházban voltam, most ahol több hétig voltam bejárós, hát 3, 4 vagy 5, nem tudom, most arra már nem emlékszem, de emlékszem rá, hogy szép környezet volt. Tehát ez igazából a hegyekben volt, a budai hegyekben. És eléggé lázadó típus voltam. Beléptem a lázadókorban, már kamasz voltam, és emlékszem rá, hogy emlékszem arra, hogy nagyon nem akartam, most így le is veszem nektek a, nézem, megvan-e nekem itt. Eléggé benne voltam a lázadó korban, tehát nem akartam nagyon-nagyon azt csinálni, amit mások mondanak, mert eléggé magam alatt voltam a depresszió miatt. Amikor a depresszió elindult, akkor nagyon, hogy is mondjam, ugye nekem gyógyszert kellett szedjem. Megkaptam életem első piruláját, amitől attól féltem, hogy másnap nem fogok felébredni, tehát voltak ilyen pszichés félelmeim is, de szerencsére nem volt semmi. És az egész arról szólt, hogy nekem ugye mindenképpen a viselkedésemet akarták megváltoztatni, de nem értették meg azt, hogy mi van, mi a probléma. És akkor az volt, az történt, hogy végül engem beutaltak egy kórházba, mert hogy vizsgáljanak meg minden, és el lett érve szerencsére az, hogy én bejárós legyek. Tehát minden nap bementem, teljesen minden nap teljes mértékben bementem, ott töltöttem azt az időt, amit ott kellett tölteni, bár legszívesebben hazajöttem volna. 2001 az nem volt egy könnyű év az életemben. És akkor keresem azt a rajzomat, azt a festményemet, a másikban lesz, és végül nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna. Most gondoljatok bele abba, hogy ki vagytok zökkenve egy megszokott világból, egy megszokott környezetből, és akkor aztán rájöttek arra, hogy nem érzitek ott jól magatokat, nem nagyon bíztok az ott dolgozó ápolókban. És igazából, ha belegondolok, hogy azok a gyerekek is, akik ott voltak szó szerint bezárva, ott is cikiztek engem, mert furcsa voltam. Értitek, ugye? És én nem akartam azokkal a gyerekekkel együtt lenni. Nem akartam. Szó szerint nem akartam velük együtt lenni. Azért is nem akartam, mert engem speciál nagyon idegesítettek. Ők igazából, ők most, hogy utólag belegondolok, ők nem mondom, hogy rosszak voltak. Jó, mondtam szerintem az előbb, de ők hiperaktívak voltak. Én meg másban voltam egy kicsit más, tehát hogyan fejezzem ki magamat. Én másban voltam más. Másban voltam más. Tehát ha belegondolok abban, hogy mennyire más volt minden. Ott voltam, bejártam, és úgy nem éreztem jól magamat a foglalkoztatókon, olyan dolgokat kellett csinálni, ami engem irritált. Volt egy főorvos asszony, akinek úgy elmondtam, mi a probléma, és ott olyan hangosan visszaélt azzal, amit én neki elmondtam. Most nem akarom ezt részletezni. Értitek, ugye? És én akkor leginkább, mert most gondoljatok bele, egy gyerekkórháznak pont az a célja, hogy toleráns legyen a gyerekekkel szemben.
Tehát értitek? Tehát nem az, hogy én most, fogjam magam, és akkor... Érted? Értitek? Itt van valahol. Á, megvan. Ugye meg fogom nektek mutatni, miről van szó. Tehát a lényeg a következő, hogy én nem szerettem ott lenni. Utáltam azt a helyet. Viszont én szerettem egy szobát. Szerettem egy szobát, ami... Tehát a gyerekkórház alaksorában volt egy kézműves foglalkoztató terem. Tele volt videókazettával, videólejátszóval, meg mindennel. Az történt, hogy oda mentem ugye reggel, én nem akartam a többiekkel reggelizni, én mindig vittem magammal valami péksüteményt, kekszet, és üdítőitalt. Aztán pedig az történt, hogy én bementem a kórház épületbe, mert minden, ott kaptam gyógyszert, és akkor az történt, hogy leültem, voltak kötelező dolgok, amikkel részt kellett venni. Aztán kimentünk az udvarra. Nagyon szép vörös rózsák voltak. Nagyon szépek voltak a rózsák, és mindig gyönyörködtem az illatuk, mindig gyönyörködtem bennük, szagoltam őket. És tudjátok, akkoriban a romantika csatornát nagyon szerettem, és akkoriban ilyen szív, ilyen vörös rózsaszínos volt, még ilyen szívecskés volt a romantika logója. És akkor az történt, hogy én már akkor is úgy elszigetelődtem a többi gyerektől, mert nem éreztem ott jól magam közöttük. Volt egy srác, aki ott a csúszdánál ült, Harry Pottert olvasta, rajongott a Harry Potterért, én pedig úgy nem tudtam mit csinálni. És akkor én pedig hátra vonultam, és az udvar kerti részének a hátsó részében volt egy domb. Ott felbaktattam, elővettem a kekszet, az üdítőitalomat, és ugye el voltam. Azt nem fogom, nem tudom, beszéltem-e nektek, hogy több mint 20 éve egy kitalált baráttal, egy kitalált élettársam van. Tehát ezt most nem fogom részletezni, de vele beszélgettem. És vele jobban éreztem magam, és jól érzem magam vele is a mai napig. Tisztában vagyok vele, hogy ő nem létezik, de tudom, elképzelem azt, hogy van, és ez így jó érzés. Mikor az ember a magányos éveiben kitalál magának egy társat, ne legyen egyedül. Mert az autizmussal miatt kirekesztik. És aztán az történik, hogy ott voltunk, a kitalált társammal beszélgettünk, meg minden, a többiek bementek a ebédlőbe, én nem akartam velük ebédelni. Csak akkor, hogy olyan kaja volt, amit én is szerettem. Végül én nem akartam csendes pihenőre menni. Az a baj a gyerekekre, hogyha meg mivel kiskorúak, ezzel nagyon visszaélnek egyesek, rá akarják erőltetni, hogy csendes pihenőzzön. Én nem akartam. Tudjátok, mit csináltam? Lementem az alaksorba. Értitek? Lementem az alaksorba. És ott bekapcsoltam a tévét, ment a Viaszat 3, volt a Rémrendes család, illetve a Perla. És akkor ott voltam, eldőltem, ott is folytattam a kekszevészetet. Úgy éreztem magam, mintha király lennék. Aztán önkényesen elővettem a szekrényekből a temperát, papírokat, és lefestettem a Sikoly 3-nak a festményt. Látjátok? Ez egy 20 évvel ezelőtti festményem. Ez a harmadik résznek a posztere. Tehát nem akartam én ott lenni. Nem akartam a többiekkel együtt lenni, akik cikiznek meg minden, és nagyon kellemetlen. A főorvosról is beszélgettem, meg a főorvosasszonnyal is. De abból a nőből úgy nagyon-nagyon kiábrándultam, hogy volt képes visszamondani, rám kiabálni azt, amit én neki elmondtam bizalmasan. Tehát ennyi. És akkor aztán ugye volt egy nap, amikor a Sikoly 2-t vittem be, meg a harmadik részt,
A kettesnél rajta kaptak, és volt ebből egy kisebb ballé, de nem érdekelt. A harmadik rész másnap sutyiba bevittem, és megnéztem ott is. Az is. Tehát minden volt. Nagyon jó volt, és emlékszem arra, hogy akkor, amikor kimentem a mosdóba, akkor a foglalkoztató szobával szemben volt egy mosószoba, és kellemes ilyen mosószer illat volt, vagy a mosófor, mosószer illat volt. Tehát hát nekem ilyen dolgaim voltak, és abban a foglalkoztató szobában volt trambulin, annyit ugráltam, amit akartam. Tudjátok? Úgy, hogy nekem senki nem mondta meg, hogy mit csináljak. És mindenfajta dolgot. És volt, amikor temperát is elhoztam, hazahoztam magammal, mert tudjátok, akkoriban nem volt nekem annyi zseppénzem, hogy akármit megvegyek magamnak. És nagyon nagy sláger volt a Bombón irány a légió című albuma, ami akkoriban kazettán volt csak meg. Tehát ilyen, minden időszaknak megvolt a maga hangulata, meg mindene. És aztán végül ugye néha játszottam Sikolyosdit, eljátszottam a Sikolyt, és akkor a záró jelentésembe azt írják, hogy minden, tehát az, hogy Bence a Sikoly lejátszása, lejátszása kötötte le minden figyelmét. Hát nem sok jót írtak le rólam a záró jelentésembe. Tudjátok, hogy miért? Nem voltak képesek megérteni azt, hogy amikor az ember szembesül, egy gyerek szembesül a depressziójával, depresszióval szembesül, hogyan reagál rá? Most ma felnőtt szemmel rájövök arra, hogy bizonyos emberekben már akkor hiányzott az empátia. És felnőtt fejjel még azt is, hogy mai szemmel nézve ezt a kisfiút én megértem. Mert nagyon szar érzés az, amikor nincsenek ott lehetőségek, hogy csak az egy foglalkoztató szoba köd le téged. És én ott voltam addig, mondjuk nekem ott 4 óráig kellett, 9, azt hiszem 9-re kellett menni, és 16 óráig kellett ott ülni. Igen. Ennyi az egész. És én nem akarom azt mondani, hogy én megtagadtam a kezelést. Mint mondtam, voltak gyerekek, akik ugye elevenek voltak, de voltak rosszak is, és voltak olyanok, akik úgymond cikisztek. Én már nem akartam ilyen emberekkel, ilyen gyerekekkel együtt lenni. Én nyugalomra vágytam, értitek? Jó volt kimenni az udvarra, egyedül is voltam. Aztán mementem a foglalkoztató szobába. Nem akartam. Nem akartam egyszerűen semmit. És amúgy nem rongáltam semmit, mindig tiszteletben tartottam a dolgokat. Kivéve egy dolgot, egy hibát követtem el, hogy volt az ebédlő konyhájában egy nagy tálban egy hatalmas adag háztartási keksz. Abból is csentem pár szemet, és megettem a buszon hazafelé. Most, mint mondtam, felnőtt fejjel azt állapítom meg, hogy amikor akkor a depresszióm nagyon fájt, amúgy a lelkem már akkor nagyon fájt. És nagyon lázadó. És nagyon lázadó kamasz is voltam akkoriban. De soha nem keveredtem rossz társaságba, mert én mindig kiszúrtam azt, hogy ki a rossz és ki a jó. Engem nem volt egyszerű palimadárnak nézni, szó szerint. Megvan a magam naivitása. Vagyok naív. Azt nem tagadom, hogy felnőtt fejjel is megvan a magam naivitása, de nem lehet engem palimadárnak nézni. Értitek, ugye? 2001-ben egy srác, aki kicsi, nem mondom, hogy kicsi, hát hány voltam? 15 éves. Hát 15 éves sem voltam még, 14 és fél éves voltam. Szembesül a depressziójával is, tessék. Szórakozhatja magát, ahogyan lehet. És amikor a Perlát néztem a Viaszaton, ugye akkor a Roberto börtönben, illetve a Rémrendes családban valami tekkel versenyen vett részt a Bandi család. Tehát ilyeneket, ezt néztem a Viaszatot, meg voltak filmek, ott volt a Palira vettem a papát című filmet is, megnéztem ott, rengeteg videókazetta, meg rengeteg film volt, ami ott volt. És persze nagyon sok olyan film volt, ami úgymond nem érdekelt mellette, ezért vittem be horrorfilmet is.
Hát mindegy. A Sikoly nagyon nagy kedvencem volt gyerekkoromban, vagy most kamaszkoromban. Nekem engem nagyon lenyűgözött a világa. Az első résznek is, meg a másodiknak, a harmadiknak. A negyedik az már nem nagyon hasonlított az első három részhez, mert az már egy más generáció. Az ötödik se lesz már olyan, mint az első három volt. És tudjátok, a harmadik résznek is megvoltam a maga érdekessége, hogy a legvége volt a legvége volt a csúcs. Abban a házban lévő öröngés, hát az csúcs volt az a film, nagyon. Pedig érdekes módon, ugye először ugye 2000-2001-ben a Romantika csatornát szerettem nagyon, a Vadangyalt, mellette pedig a Sikoly filmeket, és a Tudom, mit tettél tavaly nyáron, meg a Még mindig tudom, mit tettél tavaly nyáron filmeket. És ezeket ugye beépítettem a kitalált tévé csatornámba. Az az igazság, hogy egyesekben úgy nincs együttérzés. Most így, ha már együttérzésről van szó, most így visszatért az életembe egy srác, akivel tavaly együtt voltam, és nem nagyon vettem észre rajta azt, hogy őt érdekelték azok a dolgok, amik nekem úgy fájtak. És ma végérvényesen úgy elegem lett belőle. De nem akarok erről részletekben bocsátkozni, csak most ha az empátiáról esett szó, akkor beszélek róla. Mert néha kell beszélni róla. Minden korszakomnak, minden éves korszakomnak megvolt a maga mániája. De ez természetes egy Asperger-szindrómás fiatalnak. Mert az a jó, hogyha valaki ezt szereti. A Sikolyos dolgokat én nem csak abban a kórházban játszottam le, hanem a padláson is. Meg persze, amikor kimentem a lakóház folyosójára, és ijeszgettem a szomszédokat. Volt is egy szomszédunk, akik már nem élnek, nem én öltem meg őket, nyugi. Lementem, és felvettem ezt. Persze még a 300 forintos olcsóbbik maszkot 2000 szilveszterén, és oda mentem lassan az idős néni ajtajához, és az idős néni ott volt az ajtóban. Szerintem később kiderült, hogy én voltam, nem akartam itt megbántani, csak annyira szerettem a Sikoly filmet. Tehát 2000-ben, mikor én megvettem az első rész videón, nagyon tetszett nekem, és emlékszem rá, hogy nekem az a nagy mániám volt az a film. Hát ugye én később meg is vettem az extra változatot is. Az extra változatban is megvettem az első részt. Amiben viszont az eredeti, amin az eredeti borító van. Érdekes, hogy például külföldön, Amerikában az egész Sikoly sorozatot kiadták valami Platinum Collection boxban. Akkor még nem volt leforgatva a negyedik rész, de valami nagyon-nagyon csinos, nagyon elegáns kiadásban volt kiadva a Sikoly sorozat. Arra emlékszem, és meg is néztem a neten, ezüst színűek voltak a lemezek, Scream, Scream 2, Scream 3, és Blu-ray lemezen is kiadták. Aztán persze jött a negyedik rész, és aztán azt is hozzápakolták egy újabb kiadásban. És persze voltak ilyen sikolyos kártyák, meg mindenféle játékok, meg ilyen társas játék is, de persze ilyen Magyarországon nem volt forgalomban, tehát itt igazából Magyarországon csak a filmet forgalmazták. És később ugye kiadták ugyan szinkronosan mind az összeset DVD-n, de ami nekem nagyon-nagyon nagy ajándék az élettől most, ez az egy doboz, tehát ez a figura, és nekem nagyon tetszik, és ugye emléket állítok egy időszaknak, amikor én még kamasz voltam, és szerettem ezt a filmet, és úgy érdekes volt. Szerettem nagyon. Igen, ez
hozzá. Scream. Persze jelmezem az nincs, csak maszkom, de még jelmez szívesen csináltatnék, vagy vásárolnék, ha lehetne kapni. Csak az a baj, hogy Magyarországon nincs ilyen lehetőség. Tehát én emlékszem rá, hogy amikor a filmzenét is kerestem, de akkor csak CD-n lehetett kapni, és kazettán egyáltalán nem árulták. Mert 2001-ben csak kazettás lejátszási lehetőségem volt. Az a Marco Beltrami, azt 2002-ben vettem meg. És ugye volt egy szomszédnőnk, aki ezért felvittem a lemezt, és akár felmásolt a kazettára, és nem tudtam hallgatni. Ott is van egyébként a polcon. Az a... Mindegy. És nem a polcon, a falamon, az a régi. Tehát így ez egy ilyen dolog. Hát köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az autisztikus sztorit. Még annyit elárulok a végére, hogy amikor én mindig elmentem a kórházból hazafelé, ugye nem minden alkalommal, nem minden nap, de voltak napok, hogy magammal vittem egy meciolót, és lopkodtam a vörös rózsákat a bizonyos olyan vörös rózsákat, amelyek az utcára nyúltak. Azokat levágtam magamnak, betettem egy szatyorba, hogy ne szúrjam meg az ujjam bele, hazahoztam, vízbe tettem, de hamar is elhervadtak. Akkoriban még nem tudtam azt, hogy mindig az ajából egy kicsit kell vágni, hogy mesterségesen életben tartsuk a rózsákat. Hát igen, ilyen kalandjaim is voltak. De belegondolok, ezen inkább csak nevetni lehet. Tehát, de ezen a rossz érzés az, hogy be kellett engem, hogy kórházba kellett mennem. De hogy a depresszió meg a viselkedési zavar az nem egy kellemes dolog, főleg egy kamasz fiú életében. Tehát ennyi. Mindegy. Na mindegy, következő alkalommal majd beszélek, hogy milyen a depresszió. De nem tudom, nem egy jó érzés, na. Hát jó, most előkészítek mindent a fotózáshoz, és akkor utána pedig előhívom a videókat. Na, kellemes napot nektek is, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!